Üdvözöllek! Ez egy rövid sorozat az évszakokról és az évszakok hatásáról a lelki életünkre. Ma az ember azt gondolja, hogy a teljesen elszakadt a környezetétől, a természettől, és nincs hatással rá a természet ritmusa. Szerintem ez valójában nincs így, hiszen több ezer éven keresztül hatással volt ránk, több ezer éven keresztül harmóniában éltünk a természettel. Ez szerintem ma is ugyanúgy megvan, csak egyszerűen nem vagyunk ennek igazán a tudatában. Tehát, hogyan is hat ránk a természet? Ugye ez a kérdés, és ez a sorozat első része, tehát ez a térről fog szólni. Ugye egy olyan helyen, mint Magyarország, a kontinentális éghajlaton négy évszak is van, ugye három havonta más-más évszak ott élünk meg, és ennek a négy évszaknak egészen más a karaktere. Tehát viszonylag sűrűn változik a természet körülöttünk. És ugye ezzel együtt mi is változunk. Tehát milyen is a tél? Hogyan hat ez ránk? Ugye mi történik télen? Ugye novemberben lehullik az utolsó levél is, és minden lecsupaszodik decemberre. Mindennek megmarad a váza, ugye a fáknak is csak az ágát, a törzsét látjuk. Ezen kívül minden olyan dermet, téli álmot alszik, színtelen, ugye az ég a földdel szinte egybeolvad a szürkeség miatt, hiszen elvesztette a színét. Ugye egy ilyen téli ködben nem lehet már látni, hogy hol van az ég, hol van a föld. És ebben az időszakban, ami megmarad, az a lényeg. Ugye ez maga a szerkezet, illetve a mag. Hiszen a mag az mindennek a vége, és mindennek a kezdete. Tehát ez az az időszak, amikor kint dermedtséget látunk, megkövesedettséget, merevséget. Valójában egy téli táj olyan, mintha dermed halott lenne, pedig valójában a felszín alatt igenis aktív az élet. Ugyanez történik bennünk is. Tehát amíg kint dermedtség van, belül igenis fontos belső történések zajlanak. Tehát ez az az időszak, ami, mint a természetben is, egy ilyen lecsendesedés, tehát erre hív minket egy pihenésre, egy regenerálódásra. Kicsit olyan lesz szerintem, mint a nappaloknak, a nappalnak és az éjjelnek a ritmusa, hogy muszáj, hogy legyen alvás, legyen éjszaka, hiszen kell a regenerálódás. Tehát végig lehet dolgozni egy éjszakát, vagy mulatni, de az nagyon rossz hatással lesz a következő napra. Tehát ez szerintem az évben is így van, hogy ez az időszak, amikor befele kell fordulni, amikor át kell dolgozni azt, ami az előző évben történt velünk, fel kell dolgozni, integrálni kell ezt a tudást. Ugye emiatt ugye a belső határokat is átrendezhetjük, átalakíthatjuk, a kereteket újra rendezhetjük. Tehát ez valójában egy nagyon fontos időszak. Ha megnézzük az ünnepeinket is, ugye ehhez az időhöz kapcsolódik a karácsony. A karácsony két nappal van arra, mint a téli napforduló, ami szerintem nem véletlen. Hiszen mi is történik a téli napfordulókon? Ugye a nap a déli féltekén delel, tehát tőlünk ilyenkor van a legtávolabb, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a legrövidebbek a nappalok az északi féltekén. És a téli napforduló az az időszak, vagy az az időpont, amikor ugye megfordul a
napnak a járása, látszólagos járása, és elkezd észak fele jönni. És ez azt jelenti, hogy egyre hosszabbodnak a nappalok. Tehát gyakorlatilag ugye Jézus születését ünnepeljük karácsonykor, és azt is mondhatnánk, hogy Jézus a fényhozó, hiszen ez az az időszak, amikortól kezdve egyre több fény lesz az életünkben. Ugye a karácsony megelőzi az advent, és az advent ugye egyre a várakozás időszak, és ugye egyre több gyertyát gyújtunk meg. Ugye ahogy csökken kívül a fény, hiszen ugye karácsonyhoz közeledve egyre rövidebbek a nappalok, úgy gyújtjuk meg a gyertyákat. Tehát szerintem szimbolikusan azt is jelképezi, hogy egyre nagyobb bennünk a belső fény, a belső melegség. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon szép időszak, ez a lecsendesedés. És ugye az ünnep elmúltával ténylegesen csendesebbé válnak a hétköznapok is. Hiszen a külvilágban szinte a természetben látszólag semmi nem történik. És az egész olyan, mint hogyha tényleg ilyen téli álmot aludna, de ugye ez kell ahhoz, hogy felkészüljünk az újra. Tehát valójában ez a januári időszak, ez igazából egy felkészülés az újjászületésre. Minden év, minden tavasz szerintem egy lehetőség arra, hogy újjászülessünk, hogy egy jobb minőségben éljük az életünk. Hiszen ugye volt egy évünk, az előző évünk, amikor megtapasztaltunk dolgokat, tanultunk, és a tél kellene, hogy legyen az az időszak, amikor a befele fordulás által ezt a tudást integráljuk magunkban. Amikor a föld és az ég egyesül, a fény és az árnyék. Tehát ez egy nagyon szimbolikus, de valójában nagyon is hétköznapi. Tehát a természet velünk van, és mi is a természet részei vagyunk. Nem szakíthatjuk el magunkat a természettől. És szerintem pontosan ebben áll a szépsége. Ugye ma az ember nagyon sokszor ugyanúgy rohan, mint nyáron, nem adja meg magának azt a lehetőséget, hogy pihenjen, hogy befele forduljon. Pedig ennek nagyon nagy jelentősége. Ugye régen a paraszti világban teljesen természetes volt az, hogy nyáron sokat dolgoztak, aztán télen ugyanúgy a nappal keltek és feküdtek. Ugye eljártak a fonóba, de sokkal többet pihentek, tehát sokkal többet aludtak, mint mondjuk nyáron. És ugye ezzel készültek fel az új évre. Ez kicsit szerintem olyan, mint a kilégzés, belégzés, mind a kettőnek van jelentősége. Tehát a tél az egy nagyon fontos időszak. Ez a belső fejlődésnek az az időszaka, amikor integrálhatjuk magunkban a tudást, és ezzel az új tudással kezdhetjük meg az új évünket. Ugye ez az időszak azoknak nehezebb, akik inkább kifele figyelnek, nem akarnak szembenézni önmagukkal, félnek önmagunkkal szembenézni, vagy nagyon teljesítményorientáltak. Tehát nekik sokkal nehezebb ez a megállás, ez a lelassulás. Tehát ez valójában egy lehetőség arra, hogy befele figyeljünk, hogy újra rendezzük magunkat, határainkat, a belső keretrendszerünket, és felkészítjük ezt a bennünk lévő belső magot egy új életre. És itt fogom folytatni a következő alkalommal, ami a tavaszról fog szólni. Hiszen a tavasz
amikor ugye megjelenik a napfény, a víz, és a pici magból az új körülmények hatására új élet bontakozik ki. Tehát várlak szeretettel is a következő alkalommal, addig is minden jót.